Álmaimban gyakran látogatsz meg, életemnek legszebb álma te. Onnan van, miért rajzolás itt elném, minden este véled végszíppe. Hideg kezeimet hagyom, melegítse a mámor. Szelít szavaid közt mindig elveszik a valóságom. Te vagy az elmém végső gondolatja, mielőtt bezárkozik szemem. Így az égen, mielőtt az éjjön, a szép alkony mindig ott terem. Kérem Istent, hogy ne ébresszem föl, az ítéletkor se engemet. Jobb itt lent csak álmodnom, hogy billag, mint a mennyben. Hideg kezeimet nagyon melegítse a mámor. Szelíd szavait köz mindig elveszik a valóságom. Te vagy az elmém végső gondolatja, mielőtt bezárkózik szemem. Így az égen, mielőtt az éjjön, a szép alkony mindig ott terem. Sem telik az idő, ha nem hívhatlak. Tik-tak, tik-tak, az óra kattog, vagy ez a szív visszhangja. Vendégünk Dankó Tünde és Szirtes Dávid, sziasztok! Sziasztok! Elképesztően gyönyörű lett ez a dal és a hozzá készült videóklip. Meséljetek egy kicsit ennek a dalnak a keletkezéséről. Úgy tudom, hogy Tünde, ez hozzád köthető. Igen, mi igen. Mi fogott meg téged ennyire ebben a versben, hogy mindenképp szeretted volna átemelni zenei közegbe? Igazából mindig is szerettem a verseket, már gimiskorom óta nagyon sok verset olvastam, és a kedvenc költőm Petőfi Sándor volt, vagy hát legalábbis a top 3-ban mindig benne volt. És emlékszem, hogy ez a vers az interneten jött velem szembe, és valahogy amikor elolvastam, már azután teljesen megfogott, és nem is igazán tudom megmagyarázni, hogy mi benne. Egyszerűen tetszett ez, hogy habár ez egy szerelmes vers, mégis olyan szépen leírja a vágyódás érzést, úgyhogy szinte azonnal megihletett, és hát ebből keletkezett aztán ez a feldolgozás. És miért pont Dávidra esett a választás? Mondjuk hát gyönyörű hangja van, ezt eddig is tudtuk. Szeretjük egyébként a vendégeket, ilyenkor zavar volt itt adásunk elején. Az megvan, hogy vagyok három csaj. Hát igazából már amikor megírtam, akkor valahogy a fejembe úgy fogalmazódott meg, hogy ez egy tök jó duett lenne. Úgyhogy mivel közös a menedzsmentünk, valamilyen szinten evidens is volt az, hogy Dávid szóba jött. És emlékszem, hogy akkor találkoztunk először, amikor már stúdióba mentünk megnézni ezt az egészet. Igen, igen. És szerintem megvolt az összhang már akkor, úgyhogy gyorsan rájöttünk. Abszolút, hogy meg tök jól szólt a hangunk együtt, és... én is nagyon örültem egyébként, nagyon szeretem én is a verseket, és az utóbbi időben eltávolodtam tőlük, régebben voltam szavaló versenyeken, meg közel állt hozzám ez a dolog, és örülök, hogy a Petőfi 200 alkalmából most jött egy ilyen lehetőség, és rám esett a választás. Nem gondoltam volna, hogy lesz egy ilyen duett, de örülök nagyon. Na, amikor legelőször hallottad ezt a szerzeményt, akkor mit gondoltál erről? Mert azért énekesként nem annyira könnyű, hogy a stúdióban találkoztok először. Azért annak megvan a veszélye, hogy vajon jól megy majd egymáshoz a hangotok, de ugye azt mondtátok, hogy nagyon jól ment, és jó volt ez a munkafolyamat is, de mit éreztél, amikor először hallottad a dalt? Amikor először hallottam a dalt, ugye akkor csak Tündi hangjával hallottam, és nekem nagyon megtetszett, jó volt a lüktetése, jó dallamok voltak benne, és hát már akkor is próbálgattam, és kíváncsi voltam, hogy fog szólni az én hangommal, meg hogy fogok beleilleni, de hál' Istennek igazából olyan egyszerűen ment, hogy talán olyan ritka esetek közé esett az is, hogy ez is első feléneklésre megvolt, úgyhogy én abszolút elégedett lettem vele. Tündi, mi volt az, amit meghagytál az eredeti versből, és mennyit kellett hozzáírni, és egyáltalán mekkora kihívás volt azért Petőfi Sándorhoz még hozzáírni mondjuk egy-két verszakot? Hát azért mindenképpen nagyon nagy kihívás volt, hiszen azért Petőfi Sándorról beszélünk, egy ikonról, úgyhogy próbáltam azért megfelelni a feladatnak.
amúgy egészen nehéz volt, mert ez volt a legelső ilyen feldolgozásom, de szerintem ahhoz képest úgy sikerült teljesíteni, vagy legalábbis reménykedek abba. De a versek, vagy hát a dalnak a legnagyobb része az amúgy is Petőfi Sándor szöveg, tehát hogy pár sor van, ami tőlem jött. Milyen volt számotokra, milyen élmény volt számotokra a klipforgatás? Dávid, például neked meg kellett tanulnod evezni? Mert ez igen, könnyűnek ezzel mindig, tűnik, ezzel mindig ezzel még mindig nem nézni. Megy. De én egy nap alatt, sőt, egy pár óra alatt megtanultam olyan szinten, hogy a végére már az egész Soltvadkerti tót ott körbe jártam. És mindenkit akkor taxisztálgon. A Tündi meg mindenkit eltaxizott, nem? Igen. Nagyon jó élmény volt, jól meg is pirultam, de szerintem ez nyáron belefér. És Tündi, te hogyan képzelted el a forgatást? És milyen lett, mit gondoltok, milyen lett a végeredmény? Én nagyon örültem ennek a forgatásnak, vagy legalábbis a végeredménynek biztosan. Tök érdekes, mert ugye, mint mondtam, ez inkább egy szerelmes vers, és beszélgettünk így a menedzsmenttel, meg ugye Dáviddal is, hogy tudnánk elképzelni egy megfelelő klippet ehhez, és mindannyian úgy voltunk vele, hogy tényleg inkább ezt a vágyakozás érzést szeretnénk szimbolizálni, és szerintem ez sikerült is, hiszen kicsit érdekes, de hogy egy snitben sem szerepelünk együtt a Dáviddal, hanem a klipnek a végén van az, amikor kicsit összeér a két szál, és én vízre eresztek egy virágot, és ő meg azt a vízen elkapja. Igen, gyakorlatilag tök jó volt az, hogy nem egy ilyen storyline-t akartunk teljesen, hanem ilyen hangulatra próbáltunk rámenni, és nagyon jó elemek egészítették ki, tehát kezdve a 70 éves verskötetről, amit pont előtte be tudtunk szerválni, egy 40 éves régi papír. Itt ugye annyira jó cuccokat tudtunk összeszedni, így a Petőfi 200-ra, hogy azt gondolom, hogy látványban szerintem meg tudtuk tenni azt, amit akartunk, és image-ben is tökre illette ez az egész vibe-hoz. Ez az első közös dalotok, ami szerintem hihetetlenül jól sikerült, viszont ugye a jövőben mind a ketten szólóban szeretnétek dalokat kihozni, hát akkor kinek a házatáján zeneileg mi várható, mondjuk most így nyáron vagy ősszel? Hát igazából nagyjából egyszerre fog megjelenni két szóló dalunk, úgyhogy mindenképpen várható újdonság tőlünk szólóban is. Dávid, hogyha jól tudjuk, akkor pont most hétvégén forgatsz újra, ugye? Igen, vasárnap megyek újra. Azért valamit áruljál, biztosan jöttök az új dalokkal is, de azért egy kis kedv csináló a nézőknek. Annyit elárulok, hogy víz közelben fog ez is forogni, lehet, hogy most nem fogok evezni, meg talán vízbe se fogok pancsolni. Labdázni fogsz. És egy nagyon szabad hangulatú, erős dalra lehet számítani. Ha már ilyen jól sikerült ez a közös együttműködés, ez a közös zel, ez nem gondolkodhatott el benneteket azon, hogy esetleg a szólódalok mellett a jövőben majd még készíthetnétek több dalt is így együtt? Igazából gondolkoztunk ezen, és végül is szóba is jöhet, erről is már beszéltünk. Későbbiekben igen, lehet, igen. Hogy egy ilyen újra. Miért ne? Ezt ezekkel, és igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Sziasztok.